Szeretettel köszöntök mindenkit, Klinovics Attila vagyok. 40 évet dolgoztam gyógymasszőrként, gyógyítóként. Szeretnék egy pár dolgot átadni az utókornak. A mai nap a csípőizélet gyógyításával szeretnék foglalkozni. 40 évvel ezelőtt problémám volt a életemmel. Akkor tanultam a szakmát, és azt tanultam, hogy ez gyógyíthatatlan betegség. És én elhatároztam, hogy meg fogom gyógyítani. Ez volt a legelső lépés. Hogy eldöntöttem gondolatban, szóban, hogy meg fog gyógyulni. Találtam egy olyan könyvet, amiben volt egy gyakorlat, amivel a csípőízület energia áramlását biztosítjuk. Utána találkoztam a reflexológiával, csípőnek a reflexzónáját masszíroztam. És utána kiegészítettem még gyakorlatokkal, lazításokkal. És 40 éve panaszmentes vagyok vele. Mit mondtam, a talpat összetesszük teljesen szimmetrikusan. A tenyér közepét ráhelyezzük a térd két térdünkre és egyenes derékkal 1-2 kilós nyomással három percen keresztül nyomjuk, nem feszegetjük, nem himbáljuk, hanem csak egyenletes nyomással nyomjuk lefele a térdet. Ezt a két gyakorlatot, ha már elvégezzük, ezzel is nagyon-nagyon sokat segítünk azon, hogy gyógyulásnak induljon a csipőző. Hajat fekszek, és oldalra mozgatom a térdemet, és ezáltal azok az izomcsomók, amik ott a farizmon keletkeztek, azokat szépen ki lehet lazítani. Hát ezt én úgy szoktam, hogy 30-at megcsinálok az egyikkel, 30-at a másikkal, és utána 3 x 30 -at. Ez azért jó, mert a farizom erősödik, nincs terhelés alatt, és ezáltal átvesz a csípő üzületnek a terheléséből egy bizonyos százalékot.